Sziasztok! Ez a negyedik része a Turbos Talicska Henkölés című sorozatnak, alias Saab. Most konyhakészé fogjuk alakítani ezt a motort itt, illetve összerakjuk a karosszériát az új elemekkel, és tarka-barka lesz sok-sok karccal. Gyönyörű lesz. De legalább lesz. Ott jön Szilárd? Nem jön Szilárd. Jön Szilárd? Ott jön Szilárd. Belemásztál a videóba. Nem baj. Jövök egy emelőre. Azt nem vitted még át? Átvittem csak egy másik kábel, azért nem férek el azon az apjáról. Yeah. Szóval, sokadik felvonás. Szuper, lesz felvéve. Nézzétek milyen modell. Igen, most lesz. Adam, mondom rávillett YouTube-ra. Az meg. Szépen le van a pucolva. De milyen szép, olyan, mintha alapban nem is gyártottak volna ide semmit. Közelebbre megnézed, akkor látod csak az öntéstöréseket. Mondom, a gyönyörűen mérteni pontosággal letört a picsába onnan összeset, hogy... Irgalmatlanul muszájból kell. Ja. Mennyit csavart számoltunk? 20 vagy 21-et? Újra számolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vagy 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Most 22 lőtt ki, de azt lehet, hogy kétszer számoltam. Te lényegtelen gyerek, adom, hogy pár csavar, remélem az összes jól meg van tépve. Te kedves vagy. Nem, még nem volt szerelve. Az a motor már volt kint, ezt megállapítottuk már párszor. Nem volt szerelve. Ez a palás sem volt még levéve. Az még hagyjám, a generátornak az alsó csavarját valami barom eltépte. Nem, ez a tömítő se úgy került, de szerintem az gyári. Figyelj, most nem azért, de őszintén 330-nál, ha nem volt még vezérlés cseréve, akkor nagyon nagy szarban lennénk. Csak egy picivel. Én nem tudom. Nekem mondjuk ennél nagyobb. Az a megállal lánc az 550-nél lett cseréve. De jó, de az 110 lovas, 130. Az 170 volt. Ez meg 230. De az 550 ezer. Te akarodják azt nézni? Megyek. Ja, bocs. Most megyek. Én meg ezt szétcsipem. Érdekel, mert nagyon felezugodunk itt a témába. Nem tudunk elugrálni azzal a citromossal egy Bolt City-be? El kéne. Akkor vennék én is féktisztetett lúdba. Jó. Akkor csináljuk azt, hogy letiplizünk még mielőtt ezt fölveszed mindet. Jó, most egy picit el kell viharoznunk, és majd utána folytatja a Tomi ezt a tényállást, jó, a csavar kiszedéses megoldást. Azt az egy csavart kiszedte, de pont nem látszik. Nem volt beragasztva, vagy csak az ez csak a... Csak a tömítő. Akkor nem volt beragasztva. Akkor nem olyan gecik. Jó, egy. Egy. A többinek a fejét megütném, hogy biztos kijöjjön. Ez a mázlin volt. Na jó, van, itt elvágjuk. És már vissza is tértünk. Közben vettem némi szerszámot, mert jó áron volt a Zajliban, és mert nekem ilyenem nincs, és tegnap igen jó hasznát vettem volna, úgyhogy most lett, hogy legközelebb jó hasznát vegyem. Viszont csavarozzuk szét ezt a szart. Na srácok, ami néz ki, ez lejött. Másik, ahogy kinéz, a vezérlésszet rendben van rajta, a láncok szépek, gyönyörűen újak. Nincs is ezzel baj, ott van egy főtengelysonka. Ami viszont problématika, hogy a hengerfej tömítés
ezen is rajt van. Tehát nem biztos, hogy vissza tudjuk rakni, vagy hogyha vissza is tudjuk rakni ezt a páncélt, vagy hát ezt a kartel lapot oda, maximum úgy, hogy levesszük a magát az olajkartert, és valahogy visszaidomítjuk, mivel elvileg ez még a hengerfeje ugyanúgy fogja, csak egy kis tömítőpasztát kéne alá tenni, vagy valami hasonlót, ha monyálkolni fogunk. Ha nem fogunk monyálkolni, akkor viszont hengerfej le, ami megint egy jó buli lesz, akkor új tőcsavarok, új hengerfejtömítés, és minden. Akkor igazából egy ilyen kis generált nyomtunk a motoron. És kell szereznem egy generátort, mert enyhén banán a tengelye, mint láttatok az előző részben. Úgyhogy, ja. Meg kell kérdezem Mikit, hogy ezt hogyan lehet összerakni úgy, hogy jó legyen. Aztán reméljük a legjobbakat. Egy rakás ógyűrűt kell szereznem, ott az olajhűtőhöz, a vízpumpához, a vízkörökhöz, a klímakörhöz, mindenhez, és összerakni a kocsi elejét, ami a legkisebb probléma. Amit most meg fogok egyébként csinálni, mert miért ne. És ha már a kocsi eleje össze van rakva, akkor meg fogja várni, míg ehhez minden alkatrész meg lesz, azt megy vissza a motor a helyére. Az megint egy ilyen kétnapos mutatvány lesz. Nézzetek el nekem, hogy nem vagyok most annyira lelkes, egy kicsit egyrészt fáradt vagyok, mert már 3 napja ezt a fost henkölöm. Másrészt meg... ja. Jó dolog a Saab, amíg megy, addig olyan jó, hogy el tudsz kormányozni az állófaszottól. Csak amikor nem működik, és az van a leírásban, hogy hátsó index bura cseréhet is vesz ki a motort, akkor problémás. Viszont majd beletanulunk, azt előbb-utóbb úgy fog menni, mint a Trabant motor kivétel. Eleve úgy fogok összerakni mindent, hogy tudjam, hogy ez a tömbösítve, hogy ha ki kell venni a motort, akkor csak össze kell rakni, aztán kész. De ez így ciki. És lemerült a kamera! Nos, a motor itt van a szerelő asztalon. Hát egyelőre össze kell néznem, hogy milyen tömítések kellnek hozzá, mit az, hogy meg kell venni. Ha nincs szerencsém, még hengerfejtömítést is kell venni, meg tőcsavarokat, mivel le kell levenni a hengerfejet, előfordulhat. Úgyhogy egyelőre ez tornó a hétvégére, viszont, ha már is itt vagyunk a hétvégén, itt az új lökhárító, citromlepkében ott van az új üveg, az új sárvédő, és az index, összerakjuk azt, amit tudunk, tehát a kocsinak körülbelül az elejét, illetve, hogy ne ázzon be ezt itt. Teszünk bele egy üveget, ide majd, ha minden jó, hogy a héten jön egy tükör, úgyhogy kezd alakulni a gép, kezd szétszedődni a gép, de most egy picit építünk is vissza belőle, aztán megpróbáljuk ezt a lukat itt befoltozni valamiféle motorral, mondjuk ott azzal rendbe rakva. Nos, hát a tapasztalatlanságomból kifakadóan, illetve, hogy nem nagyon szeretem mostanában elektromos ablakos autót, rá kellett jönnöm, hogy a motortérbeli hiányosság miatt nem igazán lesz villany a villanyablaknak. Viszont megvan a hibája. Talán látni fogjátok. Az a csöcs ott, illetve a párja ott, nem így kell, hogy kinézzem. Hanem, ami ott lejjebb látható, zöld cucc, egy olyan, nem tudom, képen jobbra a csöcstől, annak ott rajta kellene lennie. Ami sajnos egy tipikus Saab betegség, illetve Opel betegség, elfárad, és akkor szépen leesik. Utána meg az ablak nem fog normálisan fölle menni, és hát sajnos ez ilyen. Meg ahogy elnézem, picit el is van görbülve ez a szerkezet, úgyhogy lehet, hogy cserélni is kell majd, mert ezt, ja, ez egy kicsit oda van. Viszont, jó hír, volt tulajtól. Na és szerintem ez itt az hátsó, hol raktam az elsőt. Itt van lent. Tehát ennek a két zöld izének, rávilágítok a zsírói lámpámmal, tökéletes a lámpa. Tehát ennek a két zöld izének ott kéne lenni a pöcsnek a végén, és az mennyire egyenes.
Ez itt rohadtul egyenes. Majdnem. Úgyhogy ennek kéne ott lennie. És még valahogy ki kell bányásznom azt a rengeteg üveget, ami benn maradt, mert hát igen, az üvegtörés az nem múlik el nyomtalanul. Meg ott lent. De ez a porszívó, ez nem elég szűkös hozzá. Úgyhogy hozok majd otthonról hozzá a porszívó véget. Egyelőre ez így marad, meghozok hozzá ragasztószalagot, hogy beragasztózzam, hogy ne essen bele a víz. Jön majd a tükör hozzá, addig szerintem nekiállok fölrakni egy sárvédőt, mert hát az is kellni fog. És hát valamit csinálnom kell az ablakmosó tartályommal. A motort valahogy megreparáljuk, aztán újra belerakjuk és jó lesz. Aztán reménykedünk, hogy minden rendben lesz vele. Aztán jöhet rá a sárvédő, jöhet rá egy lökhárító. Akkor meg már jöhetnek majd a lámpák, úgyhogy ja, egyelőre most a motor az így nem fog összejönni. Viszont fény. Viszont, ha jövő héten sikerül mindent beszerezni, akkor a motor ismét működőképes lesz. Egy újabb szép, rohadtul viharos és esős nap itt a 3P garázs műhelyében. Szabika alakul, fenn van már a lökhárító, bár egy picikét majd még alakítanom kell rajta, hogy jól is nézzen ki, tehát ne nézzen úgy ki, mint egy törött autó, amit rendbe hoztak, csak a színe miatt nézzen ki úgy. És egy pár apróságot meg kell még csinálnom, felrakni a lámpákat, meg a hűtőmaszkot, ami egy pár perces munka, viszont néhány dolgot még muszáj elintézni. Elsőként a már említett kis javítás, hogy ez itt viszonylag szintve legyen, meg kell picikét húzkodni ezt a lökhárítót. Nyilván a postán lett egy kis deformáció, de ezt megoldjuk. Biztonságba kell helyezni innen a motorvezérlőmet, mert ha esetleg kitoljuk a műhelyből, mert kell másnak a hely, akkor nem szabad, hogy itt vizet kapjon. Ki kéne cserélni ezt a karcos hátsó lámpát, mert van hozzá új, illetve ha már kiszedjük, ki kéne ütni ezt a horpalást amennyire lehet. Ez a sarka, ez meg fog maradni, mert itt meg van nyomva az egész, viszont ez a része itt nem kapott horpadást, úgyhogy csak ez a rész lesz itt szar, de semmi gond, a gittegylet majd ezt róla, hogy eltakarja. Emellett pedig az ablakot kell vízhatlanná tenni, mivel most ugye nincs benne üveg, ameddig nincsen villany, addig nem tudom cserélni az üvegeket, úgyhogy azt majd miután beszereltük a motort és működik, azután megkapja, ugyanis van hozzá két szép új üveg, aztán majd műszaki előtt kap egy szélvédőcserét, mert ez karcos, mint az állat. A hátsó szélvédő az is kapott karcot, itt van egy hosszú benne, meg egy-két, itt egy kicsit kisebb, ez polírozva lesz, amennyire kihozza, nem hozza ki, nem hozza, pont leszarom, kap egy fóliát, akkor nem lesz annyira feltűnő. És igazából, ja, tükör az még jön, emellett meg még össze kell néznem az összes tömítést a klímarendszerhez, mivel ott is széthúztuk, meg hát a motoron is széthúztuk a fényvízcsöveket, amik szintén ógyűrű tömítésre csatlakoznak, azokat is cserélni kell, meg hát persze föl kell rakni az új páncélt, amiben majd Miki fog segíteni, mert ő ért is hozzá, mert ő autószerelő, mi pedig csak lelkes amatőrök vagyunk, akik szeretjük ezt csinálni és élvezzük. Ti pedig élvezitek azt, hogy mi szopunk vele. Mondjuk ezt mi is élvezzük, de mindenkinek jó legalább, tudjátok. Ti is kivagytok elégítőleg mi is. Ez kurva szarul hangzott. Emellett meg, hogyha van egy kis időm, hogy neki fogok állni, ütlegelni ezt a sarkot, mert ezt a jó kis motorászat nem akarom kidobni, mert 50 ér van új, illetve bontott. Ezt itt meg szerintem egy olyan szinte ki lehet csapkodni, hogy csak egy ilyen pár milliméter, olyan 5-6 milliméter git elég legyen rá.
Igen, tudom, hogy git meg minden. De ennek az autónak ez teljesen meg fog felelni, mert pont leszarom, hogy mennyi git meg ilyesmi van rajta. Nem ez tökéletes a karosszéria munka, ez egy játszós autó per napi használós autó lesz nekem, és lesz majd még csinosítva is, hogyha tavaszig jól viselkedik, és nem fog széthullani benne megint minden. Addig viszont próbaidő lesz, csak előbb legyünk vele készen és menjen. És rohadtul kezdünk beázni megint. Na, le is dugóztuk, hogy ne ázzon meg véletlenül se. Mert pont a műszerfal van mögötte, csak azért. Na, így már egész korrekt. Így pont vonalban van. Volt egy kis íve még mindig van, de ennél többet nem nagyon merek rajta ütni. Látszik, hogy meg lett nyomva, ez valószínűleg ugye postázva volt, és hát ugye ott nem bánnak olyan szépen a csomagokkal. De se baj, ez így egész jó megfelel. Na, tegyük be a lámpákat. És itt is vannak a szép új lámpák. Bal oldalra kellett egy új lámpa is, mivel egyrészt meg volt karcolva a búrája a másik, de másrészt le volt a törve a fülei, és a lámpaház is meg volt repedve. Egy új index, itt van a gyári hűtőrácsa, amiről jön föl a króm, de majd lesz új a feketére az új színnel együtt. Az az eredeti jobbos lámpa, jobbos index, és még a maradék égő, illetve lámpaállító motor a rossz lámpából kimentve. Na, ennek föl kéne most kerülnie. Az index egyelőre nem megy vissza, mert oda jön elég tömegmérő, amit csak akkor tudunk berakni, hogyha a motor is benne van, mert akadályozna a visszaszerelésben, és nem akarjuk, hogy ez megsérüljön. Nagyon nem. A pénztárcán nem akarja. Nem volt törött? Á, nem. Majd a fényjelzés előtt egy picikét kiebb kell húzni ezt a sarkot itt, mert egy fél centit bemegy a lámpa alá. Aminek igazából szintbe kéne lenni a lámpával. Ezt a sarkot majd meg kell húzni, de egyelőre oké. Mivel tök mindegy, mert az egész autó úgy olyan osványon fog kinézni, hogy csak na. Hát ahol így kéne kinéznie, látszik. Simán. Úgyhogy ezt majd meg kell húzkodni, de majd akkor, hogyha le lesz fényezve a kocsi, addig elég tök. Került. Itt a vége, ami megvan még horpadva, itt ebből itt kiugrott, ez itt oké, nagyjából, ja, korrekt, kivéve a karcokat. Ez a része, ez majd akkor lehet rendesen kikalapálgatni, hogyha kibontom a belső burkolatot, a szőnyegezés, de ezt most nem fogjuk megtenni, ez ráér fényezésig így, ahogy van, pont leszarjuk, hogy hogy néz ki, mert teljesen mindegy, ezek mellett, ugye? Na, rakjuk vissza ezt a szép kis lámpát, az újat, és akkor már legalább a lámpa nem tud. Na, egyszerű nem volt, de már a helyére ment. Ezzel is megvagyunk. Na, lefúrtam minden a táblácskát. Föl fogjuk rakni rá a saját tavaly, de most nincsen a szegecshúzó, azt majd holnapra hozok. Viszont van egy motorászatunk, amit meg kéne jó erősen kalapálni, hogy rá lehessen egyáltalán tenni az autóra. Apropó, tudjátok mire való ez? Adok időt. Amikor két Saab tulajdonos benne áll a szerelőműhelybe, és várják a motorjaikat, a két autóval
tudnak torpedózni. Na, menjünk Mothrát az őt kalapálni. Na srácok, úgy néz ki, megvan a motorháztetőnek az éle. Picit még van még dolg, ez a részen még kell dolgozni. Viszont itt talán még recskalapáccsal vissza lehet hozni valamennyit, és akkor körülbelül egy 3-4 mm gittel, üvegszálas gittel meg lehet oldani a dolgot. És aki a kommentekben leírja, hogy ez egy szar, az meg, annak meg üzenem, hogy szerezzen egy motorháztetőt. Köszönöm. Ingyen. Vagy annál olcsóbban. De egyelőre nekem ez teljesen megteszi. Ki lesz gittelve, gyönyörű, itt van a karcok, a git mellett, majd itt lesz fújva a lapozóval. Viszont megvan az éle a motorháztetőnek, itt egy kicsit még, ja. Egy picit még kalapálni kell rajta, viszont mondhatni, visszahoztuk a dolgot. Mindezt úgy, hogy nekem ez ott az első ilyen karosszérélakatolás, kalapálósos dolgom, úgyhogy úgy nézhetek, hogy én abszolút hülye vagyok ehhez. Ez tény. Nem volt ilyen órat egyetemen, hogy karosszére kalapálás, főleg nem szabon, főleg nem ívre, úgyhogy igazából esztergálás volt egy gyakorlaton. Azt egyszer már csináltam, nagyon többször is már azóta, de ez a lakatolás dolog, ez még nekem nagyon-nagyon új. És csörög a telefonom. Na srácok, a mai videóra ennyit. Fölpróbáltuk a motorházhetőt, ami itt van mögöttem, amit sikeresen nem vettem fel, viszont passzol, úgyhogy kicsit büszke is vagyok magamra, hogy sikerült kikalapálnom. Tudom, nem nagy dolog, de nekem ez az első. És valahol el kell kezdeni. Akkor majd kezdjük egy szábbal? Már csak egy motor kéne bele. Nem ártana. Vagy legalább 4 hörcsög. Egy turbóval. Na, iratkozz föl, lájkolj, és a következő epizódban remélhetőleg bedobáljuk ezt a motort a helyére, ami ott csücsül. Ott. Ott. Na, sziasztok! Én elszabtam, te elszabtam, ő elszabta, mi elszabtuk, ha elszabtuk, hát elszabtuk, utólag már szabtuk.